Gyerekeknek esélye nem, hogy milyen százalék rosszabb, mint a Miskolci, hanem nincs esélye. Most ha belegondolsz, egyáltalán nincsen infrastruktúra, tervezésekkel, nincsen buszjárat. Nem tud menni dolgozni. Nem tud menni színházba. Én 1978-ban születtem, egy cseraháti kis településen lakom, laktelepülésen, és a cigány telepen nőttem fel. Egy olyan családban, ahol pont ilyen két különböző család jött össze, és abból lett egy házasság, amiből én megszülettem. Az egyik az muzsikus, és a második pedig ilyen paraszt, ilyen mezőgazdasági családból. Igazán az én civil életem azon 5 éve kezdődött, amikor tényleg aktívan is önállóan azt mondtam, hogy mi fogunk csinálni, hogy mi végzett non-profit menedzserek, már akik itt helyben voltak, egy képzésen szereztük ezt a képesítést, elkezdtünk itt a helyi embereknek civil szervezetek létrehozni, abban segíteni, akkor egyesületeket, alapítványok működését megtanítani, hogy mi is az, amiről szól. És akkor hát pénz nélkül, meg semmi nélkül mi csináltuk ezt a civil fejlesztést itt a Cseraháton. Most a Cseraháti Román Segítő Közhasznú Egyesület székhelyében vagyunk, egyébként az apukámék laknak, és most különböző hivatalos ügyeket fogunk elintézni. Amikor ő elkezdte az iskolát, akkor még nem volt ez a drágaság, mint most van. Azért akkor könnyebb volt, mert ő is dolgozott, minden nap ment, szóval munkahelye volt, de az más volt. A pénznek is volt értéke, nem úgy, mint most, meg úgy eljárogattunk csipkét szedni, kökényt szedni, amit tudtunk. Voltunk az egyik parasztnénéknél dolgozni, kukoricát morzsolni, és ott álltam 5-6 évesen, és azt hallgattam a két parasztnéni, majd beszélte, hogy azon vitatkoztak, hogy melyik büdösebb, a cigány, vagy nem tudom, másfajta emberek, és ez akkor engem megdöbbentett, hogy én mivel vagyok másabb, és más a szagom is, vagy az illatom. Volt még egy ominózus eset, amikor az igazgató úr, akkor 19 éves voltam, lelökött engem egy magas lépcsőről, és utána visszanéztem, és beszólt nekem, hogy te szép cigány, gyere vissza, és beszéljük meg. És amikor visszamentem, akkor rám állgatott 300 diák előtt egy antennával. És megfogtam a kezét, és mondtam, hogy elnézést kérek, cigány vagyok, de itt ezt nem teheti meg, hogy engem ütni fog. És akkor ott körbevett minden magyar, és nézték, hogy fú, ez nem merte neki mondani. Dante! Mondhatjuk, hogy most jövök tényleg azon a ponton, ahol tényleg mindent csinálok a civilkedéssel. Ezzel kezdem a napomat, és szinte 24 órából, hát 10 órát van, amikor itt töltök. Ami nekem tényleg nagyon fontos, az a Wifi falu, a Nyíri Andrással. Hát, hogyha a Wifi falu nincs, akkor én nem filmezek például, nem ismerek nagyon sok embert, mert nem lehet volna internet. Tomar az egy kis település a Cseraháton, ami Miskolctól 50 kilométerre van, és itt hát infrastruktúrálisan teljesen szűken állunk.
Most tudom, hogy 10.000 forint lenne, és ahány felhasználó nálunk van, annyi felé osztjuk. Vízben az ország második legszegényebb településének volt nyilvánítva. Az első volt Csenyéte, a második az Szabadcsapat. De imádom őket. Szeretem a Szabadcsapat. A Cigán Kisvesség Önkormányzat elnökével és elnökével testülettel beszélünk. Mert akarom csinálni most egy közös projekt februárban. Leírni, ahogy mondtam neked, hogy egy éves ütemtervet, nektek is, vagy nekünk is, ezt megnézve, hogy hol lehet összerakni. Igen, igen. Hagyjon egy a villamos vezeték, amelyel az éron imat elviszik. Most jelenleg Alacival azt terveztük, hogy ezt a farsangi bulit megszerveznék, így együtt. Szakácsi valamilyen szinten az én szívügyem. Szakácsi Miskolctól 40 km-re található, és itt a környező településeken, hát Szakácsira úgy néznek, mint egy nem tudom, egy elszigetelt településre. Nem ölöm meg magamat. Ezt választanom kell, vagy a gyógyszert váltam ki, vagy eszek. Ami még nagyon a szívemhez nőtt, az a Csereháti szegények karácsonya, szegény gyerekek karácsonya, amit ez évben csináltam másodszor. Ez arról szól, hogy az interneten keresek adományozókat, és 40-45 gyereknek gyűjtök ilyen személyre szóló ajándékokat. Jönnek szolgáltatások, mint például bohóc előadás, vagy színházi előadás. Most várom a testvéremet, aki operatőr az egyik média csoportunkban, a Cserepreszben, és megyünk Hegymegre egy civil szervezethez, ott forgatunk felük ilyen életinterjúkat. Nem vagyok én billi, jó most, nem csinált engem a grótos, csinált engem csizmadíja, lábam van a láncos csizma. Rosszabb a helyzet, mint tavaly nyáron, vagy sokkal jobb? Sokkal rosszabb. Ez egy olyan 30%-kal biztos, hogy rosszabb. Mire gondolsz? Milyen rosszabb? Hát például a megélhetőség nincsen, egyáltalán nincsen a munkahely. Az szó szerint úgy, hogy most tavaly el tudunk menni még dolgozni, mit tudom én alakulom a munkába, már mostan már az sincsen. Csak a családom sajnálom. Cserepressz néven csináljuk most a filmeket, semmi támogatás nélkül. Ha megkapja valaki a pénzét, akkor összedobjuk az 1000 forintot és megyünk, ahol kell forgatni. És ilyen folyamatos híreket szolgáltatunk. De igazán nekem a célom ezzel a filmezéssel az, hogy ilyen Mónika Show, meg a Josi barát ellen menjen, hogy ne csak azt lássák az emberek, hogyha beírják, hogy cigány a YouTube-ba, hogy ott verekedés, meg kurványázás, meg nem tudom micsoda, hanem azt is, hogy hoppá, itt magyar cigányok együtt élnek. Az emberek azt gondolják, hogy cigánynak lenni nagyon rossz, hogy azt szégyelni kell, meg bántalmaznak értem, vagy nem tudom, csak én azt láttam, hogy cigánynak lenni jó, és meg kell mutatni, és aki azt mondja, hogy cigány, hogy azon csak röhögni kell. Mert ez annyira logikátlan, amit beszél, hogy szerintem nullahoz képest, hogy engem megvádoljon azzal, hogy egy cigány vagyok, szó szerint vádoljon. Én azt mondom, hogy ezt nevetem, és megyek tovább, és megmutatom neki az utat, hogy én nem csak cigány vagyok, én ember is vagyok.